Nagyon különleges bemutatót láthattunk szombaton a Chiliben. A Selyem Akvárium című előadás műfaji megnevezése Dokumentum bábjáték, a főszerepét a Kossuth-díjas színésznő Pogány Judit alakította. Az alkotókkal a bemutató előtt néhány nappal beszélgettünk. Ez a műfaj tulajdonképpen Magyarországon talán az első ilyen típusú előadás, legalábbis én nem tudok másikról, lehet, hogy volt. Ez úgy, mint egy dokumentum színházban, tehát egy valós eseményt dolgoz fel, egy valós ember életét mutatja be, sőt, ez szinte verbatim módon, tehát, hogy az interjú szövegét, amit felvettünk, annak szinte, sőt, nagyon nagy százalékában szó szerint azt a szöveget használtuk magában az előadásban is, és mint egy hagyományos színházi előadásban, tehát ahol nem bábokkal dolgozunk, hanem színészek játszanak, ugyanúgy ezeket a dokumentumokat felhasználva, sőt nem felhasználva, hanem csak azokat megjelenítve hangzik el a történet. Egy ember élete gyakorlatilag szinte 100 évet lefedve így az őseitől a napjainkig. Nagyon különleges maga az ötlet, hogy bábokat alkalmazni. Egy előadásban ugye van egy kicsit egy ilyen téves kép az emberek fejében, általában a báb előadás, akkor azt gondolják, hogy az gyerekeknek szól, holott a felnőtt színház is nagyon-nagyon gyakran alkalmazza. Viszont maguk a bábok behoznak egy nagyon-nagyon különleges dimenziót. Hogy jött az az ötlet, hogy pont bábokkal kell ezt az egészet megvalósítani? Ez inkább fordítva volt, ugye most 100 éves a Chili, és ennek az esemény folyamnak ez a Pesti Ezsi 100-szor szép, ez a közösségi művészeti esemény folyam, ami átfedi ezt az egy évét a Chilinek, egy részét. Ebben különböző állomások voltak, és ugye az Astra Báb Színház az hagyományokkal rendelkezik itt, hogy finoman mondjam, tehát tulajdonképpen ide gyökerezik, és mindig is ide tartozott, ide kapcsolódnak a Chilihez, és szerették volna megünnepelni itt a Chiliben nyilván ennek a társulatnak az itt létét és az elmúlt éveknek a munkáit így tulajdonképpen így visszajelezni, hogy ez milyen nagyszerű, hogy így voltak, vagy itt voltak, és itt is vannak, és ezért szerettek volna itt a Chiliben a szervezők egy bábtalálkozót, egy országos bábtalálkozót létrehozni, ez volt az alapötlet, és akkor mi azt fűztük hozzá, vagy hát közösen úgy fejlesztettük tovább ezt az alapelképzelést, hogy van a bábtalálkozó, amikor ide jönnek az ország különböző helyéről a bábtársulatok, megmutatják magukat, és mi azt mondtuk, hogy nagyon jó, de milyen klassz lenne, hogy ezek a bábtársulatok, akik ide jönnek, Pest Erzsébetről beszélnének, tehát hogy ennek az itt lévő embereket mutatnák be. És akkor így kezdődött el ez az egész, és így folyt ez egészen addig, hogy találtunk egy olyan asszonyt itt Pest Erzsébeten, akinek tényleg már a nagyszülei is itt laktak, egy egészen külön különleges, csodálatos emberről van szó egyébként, aki tényleg nagyon-nagyon érdekes, és az egész életútja lefedi Pest Erzsébetnek az életútját, és még egyébként a magyar 100 évünket is, és ő annyira nyitott volt és együttműködő, hogy megosztotta velünk az életét, és ebből született az a darab, amit itt látni lehet majd szombaton. Gimesi Dóra írta egyébként meg, és ez számára is új feladat volt, mert ő ugyan egy nagyon elismert író, és ugye ő a Színművészeti Egyetemen is, ő a bábtanszaknak most az osztályfőnöke, meg ő írta a tanmenetet, tehát hogy ő tényleg nagyon-nagyon mélyen benne van már ebben az egész báb világban, számunkra ez új volt. És akkor ez volt a mi kérésünk tőle, hogy szinte verbatim módon egy dokumentumjátékot írjon, bábjátékot felnőtteknek valóban. De gyerekek is megnézhetik, tehát nincs benne semmi olyasmi, mint egy gyerek ne láthatna. Ezt az asszony figurát, ezt később még kimondjuk egy picit, hiszen nem akár kijátsza ennek az asszonynak a figuráját ebben az előadásban. Viszont még a bábokra visszatérve, ami még plusz nagyon izgalmas, hogy ugye többféle bábozási műfajt mutattok be ezekben az előadásokban, egyfajta bábtörténeti keresztmetszet, ami ugye, azt hiszem, 7 féle társulat van benne. Milyen típusú bábművészeti műfajokat, vagy nem is tudom, minek mondjam, láthatunk az előadásban? Igen, különböző bábtechnikák jelennek meg az előadás során. Próbáltuk ezt is a lehető legnagyobb spektrumon tartani, nyilván ezt nem lehetett nagyon sok okból kifolyólag, de nagyon sok különböző stílus és eszköztár megjelenik, árnyjáték, kétdimenziós, tehát síkbábok, van egy ilyen speciális fej, ami egyedülálló Magyarországon, egy ilyen belülről vezérelhető, újakkal vezérelhető bábának nincs is szerintem neve, mert ez az egy darab van belőle. Vannak tárgyjátékok, tehát hogy nagyon sokfajta árnyjáték, azt talán már mondtam is. Igen. És mennyiben változtatta meg a különböző jeleneteknek a, nyilván nagyon, a hangulatát, hiszen mindenfajta báb technika egy önálló világot képvisel, és valószínűleg elképesztő plusz dimenziókat, vagy esetleg egészen új irányokat adhatott alkotás közben. Azért nagyon nehéz volt, és ez a bábosoknak is egy feladat, hogy
egy valós ember valós életét jelenítjük meg. Tehát nincs az a nagy szabadság az ő alkotásukban, ami egyébként egy független, egy akárki által kitalált történetnél van. Tehát, hogy nem adhatnak elő egy jelenetet olyan bátran és olyan harsányan, adott esetben kesztyűbábok is lesznek, egy kesztyűbábos jelenetben, aminek a stílusa maga az a harsányság, a szélsőségesség, a kicsit ez a vásári, vagy lehet, hogy rosszul mondom, de én így látom stílus. Nem lehet egy ember életét mégsem egy az egyben ezen a nyelven megszólaltatni, mert az ember most is él, ez egy valós történet, az ő múltja, az ő gyerekei, az ő társai, az ő drámái, az ő örömei jelennek meg. Tehát, hogy folyamatosan egyensúlyt kell tartani abból, hogy ez egy dokumentumjáték, ennek a tiszteletével és méltóságával, ugyanakkor a stílusok meghagy jelenjenek meg, ahogy tudnak. Én remélem, hogy meg fogjuk tudni ezt csinálni, de hogy ez egy külön feladat valóban a számukra is. Tehát, hogy mondják azt, hogy mondjuk volt egy jelenet, amiben a családtagok ilyen konfliktusba keverednek, és egész szélsőségesen ment a csihi-puhi, nem nagyon, de egy kicsit, ami annak a báb technikának a sajátja, tehát ez a nyelvezete, de azt mégis vissza kellett kicsit koptatnunk, kifinomítani, és a valós emberhez méltóképpen megjeleníteni, nem tudom, hogy ez így érthetőet. Igen, abszolút, meg az, ami izgalmas, hogy tényleg az elemeltség, meg a dokumentarista, igen, hogy igen, ennek a kettőnek valószínűleg egy nagyon izgalmas kombinációját. Azt reméljük, igen. Láthatjuk. És miért Pogány Judit jutott az eszedbe, hogy ő játssza el ezt az asszonyt, aki az egyetlen, mondhatjuk az, hogy élő szereplő, hiszen a bábokat igazából most nyilván élő emberek mozgatják, de azok bábok. Tulajdonképpen miért Pogány Judit? A bábszínészek is láthatóak lesznek. Ők láthatóak tehát, lesznek? Igen, végig ők is láthatóak lesznek, de valóban az a karakter, amelyik végig vonul, és élő színész az a Pogány Judit alakítja, és hogy miért jutott eszembe? Egyrészt azt gondolom, hogy Magyarország az ő korosztályában szinte a legfantasztikusabb színész, tehát én csodálom, szeretem őt, és pont most beszélgettünk Arai Jucival a darabnak a dramaturgiával az előbbként a szünetben, hogy egészen elképesztő, hogy Jutka, én már nem tudom, 60 éve van, vagy nem tudom, hány éve van már a pályán, és hogy hihetetlen, hogy még mindig az a lelkiismeretesség, az az elkötelezettség, az a tisztesség, az az alázat a szakma iránt, a fiatalok iránt is, az a szeretet, és az a szikrázó tehetség, ami neki van, ez mindig ott van. Tehát mi már többet, én magam is többször dolgoztam vele, és ez mindig újból és újból olyan energiát ad a munkának is, és olyan példamutatás tényleg nekünk is, hogy nem lehet így elhülyéskedni, mert óriási felelősséggel fog meg néha egy-egy mondatot, egy-egy képet. És ez nagyon, azért, na, én azért szeretek nagyon vele dolgozni, hogy én mindig emlékeztet, hogy ezt így ne felejtsem el. Az ember néha így elúszik egy kicsikét esetleg, vagy úgy elkönnyíti, de hogy mellette ez nem lehet. És ez nagyon nagy öröm. És még ráadásul nagyon érti is, amit csinál, úgyhogy nagyon jó vele dolgozni, azért gondoltunk rá. És az ilyen különleges alkalmak, amikor például együtt dolgozhatsz mondjuk Pogány Judittal, vagy egy ilyen különleges előadást hozol létre, és egyetlen egy alkalommal látható. Nehéz vagy könnyű elengedni? Hát egy ilyen 15 évvel ezelőtt nagyon nehéz volt, aztán praktikumot szerez az ember. Tehát, hogy ez a műfaj, hogyha egy ilyenbe belemégy, igen, ehhez óriási büdzsé, és nem tudom, mi kellene, hogy 7 társulatot repertoár szinten egyben tartva játsz. Ha ezt kitalálod előre, akkor se fog szerintem sikerülni, vagy legalábbis nekünk így biztos, hogy nem, és én ismerem, hogy mik a lehetőségeim, vagy a társulatok, akivel dolgozom, mik a lehetőségei, ez nem fog menni. Tehát már az első ötletnél ezt elengedjük, ezt a dolgot, és ugyanolyan tisztességesen és lelkiismeretesen igyekezzük létrehozni ezt a produktumot, mint hogyha arra készülnénk, hogy na most még ez 20 évig színpadon lesz. Nagyon különleges bemutatót láthatunk majd itt szombaton a Csiliben. Egy olyan előadás, aminek egy színésznő lesz a főszereplője, Pogány Judit, és bábokkal körbevéve fogják előadni ezt az előadást. Olvastam önnel kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon alapos, nagyon szeret, nagyon tudatosan felkészülni. Nem bántani szeretném a kérdéssel, de mennyire nehéz most úgy felkészülni, hogy 7 bábcsoportot nyilván technikailag nagyon nehéz összeegyeztetni, ami azt jelenti, hogy éles próbája nagyon-nagyon-nagyon kevés lesz. És egy olyan művész, aki ilyen nagyon-nagyon pontosan, alaposan fölkészül, ez így egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kihívás lehet így bemutatni egy előadást. Hogyan küzd meg vele? Hát ez természetesen idegileg ki is vagyok miatta. Tehát nagyon-nagyon izgulok a dolog miatt, hogy megfelelő módon legyek benne jelen, mert hát nekem kéne ugye az egésznek az ívét, a ritmusát, a hangulatát végigvinni. És
abban nagyon bízom, hogy a személyiséget azt el tudom kapni. Tehát mivel olyan típusú színész vagyok, részben tudatos, részben az ösztönöket nagyon engedem működni, és a biológiát is közben. Tehát, hogy az teljesen úgy érzem, hogy megvan. Sőt, első olvasás után én úgy éreztem, hogy érzem ezt az embert. Tehát milyennek látja ezt az embert? Milyen ő? Hát egy döbbenetes küzdő, tehát egy hihetetlen optimista, ugyanakkor nagyon érzékeny. Tehát, hogy fölé beszél a dolgoknak, meg próbálja könnyedebben elmesélni a kemény részeket, de mögötte van nagyon azért a megélt élet. És hát szóval ez egy azt hiszem nagyszerű ember. Nagyszerű ember, az egyszerűségét is, tehát amilyen egyszerűen próbál gondolkodni, meg megfogalmazni dolgokat, azt is szeretném megtartani, és ugyanakkor azt a fajta kifejezetten nagyságot, és azt a küzdő embert, aki ezt végigcsinálta. Tehát rendkívül pozitívan gondolok a hölgyre. Mindig azt mondta, hogy nagyon-nagyon, mindig azok a színházi előadások a nagyon fontosak, ami valami nagyon-nagyon erősen tud hatni. Sokszor a nevettetés eszköze is ott van, de a végén valami nagyon ütős, valami nagyon-nagyon-nagyon hatásos mondani valója van. Érzi ennek a lehetőségét is, gondolom, ebben az előadásban és ebben a figurában, hiszen emiatt vállalta el. Mi az, ami ebben az asszonyban olyan nagyon-nagyon... Hát pont ez az, amit most mondtam, hogy igen, a küzdőtípus. A küzdőtípus. Igen. Mm. Tehát az, hogy nem elmélázni és bánatoskodni, meg belefulladni egy-egy keserű élménybe, hanem hogyan lehet tovább lépni, és mindent helyre tenni magában. Tehát ez hihetetlen erő van ebben az asszonyban. Mindig mindennek ellenére ment tovább. Tehát, hogy mikor már úgy nézett ki, hogy összeborul az egész, meg az egész élet, és hát ugye gyerekkortól kezdve már megélte a nehézségeket, és nagyon-nagyon erős embernek kell lenni annak, aki ezt végigcsinálja. Meg tulajdonképpen a mostani énjét, tehát a jelenét is rendkívül nagy tisztelettel olvastam, és figyelem, és gondolok rá, mert hát nagyon-nagyon sokan vagyunk úgy, én magam is egyébként, hogy elkezd a fizikum megöregedni, és egyre nehezebben veszem rá magam bizonyos dolgokra. Tehát szeretek már otthon maradni, meg többet szeretnék otthon maradni. Egyelőre még nagyon-nagyon sok, most 15 produkcióban vagyok egyelőre benne, és hát 22 és 34 közé esik havonta az előadásaim száma, ami rettenetes mennyiség, mert fiatalok játszanak 8-10 produkcióban maximum, és a 15-16 előadásuk van havonta, és egy ennyire idős, egy ilyen öreg asszonynak kell ilyen rettenetes mennyiséget bírni. Na most az ízületek meg a minden kezdi ugye felmondani a szolgálatot, de emiatt, hogy érzem a dolognak a nehéz részét, az, hogy mennyi erő kéne még, hogy még aktívan tovább lépjek, hogy még nagyobb tisztelettel nézem ezt a hölgyet, aki a mai napját is úgy meséli el, hogy hát nincs egy fél órája üresen vagy lukason. Hát döbbenet, hogy mi mindenbe belemegy, mi mindenre hajlandó, és mennyi mindenkinek segít. Tehát használja is ezt a szót, hogy nagyon sokat tevékenykedem. Tehát, hogy döbbenet a teherbírása, az aktivitása, az életkedve. Hát bámulattal fogom elmondani, mert kemény, kemény ember. Nem tudom, azt hiszem még nem volt alkalma, ugye, a bábművészekkel együtt? Nem, mert azon a napon ők már próbáltak, amikor én macskajátékot játszottam, de ott 57 oldal szöveggel kell az egész előadást húznom, mint egy mozdony. Tehát egyszerűen azon a napon én nem fáraszthatom ki magam, mert azért mégis 74 éves leszek nem sokára, tehát gondolni kell arra, és mindig az aznapi előadás van előnyben, minden más fölött. Tehát hiába készülök én egy óriási anyagra itt, és megfelelőképpen félek is tőle, hogy kevés próbával majd hogyan fogok helytállni, de ennek ellenére az aznapi előadás legyőzi mindig a készülő darabot például. Tehát én aznap nem tudtam próbálni a bábosokkal,
És ettől tényleg hát még hátra van az első találkozásunk, ami kemény dolog. Igen, meg az is nagyon érdekes lesz most, ugye a rendezőnővel beszélgettem előzetesen, és mondta, hogy hát a bábművészek ugye fizikailag is jelen lesznek, tehát, de mégiscsak, de ilyenkor a bábnak kell, vagy a bábbal kell játszani, nem tudom, lesznek-e majd interakciók ön és a bábok között? Egészen vagy... közvetlen beszélgetés a bábok és köztem, nem nagyon, egy pillanat van, amikor úgy bebekiabálnak, de közvetlen beszélgetésem velük nem nagyon van, de a jelenlétüket azt éreznem kell. Tehát amilyen hangulatú jelenetet előadnak a bábok, és amilyen típusú bábok, mert most már láttam, ugye láttam felvételt, videón láttam a figurákat. A mindegyik típusú vagy stílusú báb összeállítást láttam, és hát csodálatos jelenségek, és ettől nekem nyilván majd arra is rá kell tudnom hangulódni, amelyik stílusú báb játszik. Mert csodálatos különbözőségek vannak, ugye, ahogy a élete zajlik, és megy az idősödés felé, és az öreg bábok, azok már csak ilyen fej, és hát egészen rendkívüli élmény nézni őket, és nyilvánvalóan ezekről azért nekem tudnom kell, bár egy személyiséget tartok végig, de akkor is tudnom kell arról, hogy közben ki az a báb, aki éppen játszik és beszél. Nagyon izgalmas lesz, nyilván egészen másfajta együttlétezés a színpadon, mint általában a színész partnerekkel, ahol például szemekbe bele lesz. Lehet nézni. De ez egy önnek is egy újfajta kihívás, hasonló koncepciójelöldásban játszott az nem, előtt? Nem, tulajdonképpen így, hogy egy évbe végigmenni egy anyagon, és közben bábokkal. A Kolibri Színházban játszottam egyszer bábokkal közösen, egy Thomas Bernhard produkcióban, Isten éltessen Boris, és akkor Csizmadia rendezte, és hát abban élő partnerek is voltak, és bábok is. Tehát ott van egy óriási vacsora, amit a milliómos öregasszony összehív a férje születésnapján, és ott nem csak élő színészek ültek az asztalán, hanem egy-egy színész mindkét oldalról még bábot is fogott, és ott azokkal együtt bólogatott, vagy nevetett, vagy nem tudom én, tehát ott tette azt, amit tenni kell. És ott játszottam így bábokkal együtt, de ott együtt voltunk. Itt meg én egy háttér vagyok, és egy hanganyag, és egy vezérszál, és közben előttem zajlik majd az ő játékuk. Valamikor régen Zsámbéki Gábor volt az, aki úgy tulajdonképpen először igazán kiszúrt, még a karból. Ez a fekete ruhás lépjen előre? Nem, az a csodálatos Horváth Jenő volt, a gonosz Horváth Jenő, aki azt mondta, hogy az a kis fekete jöjjön ide előre. Na ő is a karból hívott ki engem elsősorba, és az olyan volt, mintha a főiskolán átmente volna az első rostán. Tehát ez egy óriási dicséret volt, mert neki nem véletlenül lett G. Horváth Jenő a beceneve, tehát gonosz Horváth Jenő, mert olyan mértékben nem bírt elviselni a tehetségtelenséget, hogy a primadonnát, tehát a színház legtiszteletre méltóbb vezető színészét, mondjuk egy primadonnát egyik pillanatra másra elküldött kalauznőnek, hogy az talán jobban állna neki. Tehát, hogy meg tudta alázni az embert színpadon. Na most őtőle egy ekkora dicséret, hogy egy kis taknyos senkit, aki akkor került a színházhoz, az a harmadik produkció volt, amikor én betettem a lábam először, mint segédszínész, és azt mondta, hogy én ide az első sorba jöjjek. Tehát az... Majd Zsámbéki. Utána már a Zsámbéki, mert akkor még a Zsámbéki nem is volt a színháznál, később szerződött oda, és hát ő volt az, akitől konkrétan igazi szerepet kaptam, és igazi kritikát már az első szerep után rögtön külön kiemelve a kritikusok írtak. És hát valahogy úgy hirtelen indult el, aztán ez attól kezdve már nem is volt szünet szinte. Egyik darabból estem a másikba, egyik rendezőtől a másikig. Tehát, hogy a rendezők, na az is nagy szerencse volt, hogy milyen rendezőkhöz kerültem, mert ez nem mindegyik rendező vette volna ezt észre. Tehát ahhoz olyan rendezők kellettek, akik erre érzékenyek voltak, volt rá igény, megszerették, kikaptak így a karból, és adj neki. Tehát, hogy ahhoz azok a rendező, az a csapat kellett, akik ott összejöttünk Kaposváron valamikor régen. És a elképesztő, mint hogy említett, és elképesztő mennyiségű előadásban vesz részt a mai napig, és talán a legnagyobb bonyodalom csak az lehet, hogyan lehet megoldani, hogy a tiszticája van most, ha jól tudom? Hát 90, mert volt, aki már megöregedett, meg
meghalt, el kellett altatni. Hogy őket még meg lehet oldani mindig valahogy? Hát nekem van egy nagyon kedves, nem szomszédasszony, de hát egy olyan pár percre lakik tőlem, csodálatos édes Marika, és ő jár át hozzám, ő segít, állatokat is, és nem csak a macskákat, tehát ugyanúgy, tehát megértette, hogy nekem mi mennyire fontos, és hihetetlen becsülettel minden áldott nap az összes madáretetőt végigtölti, és az összes, és amikor a sünök felébrednek, mert már sajnos az ebbe a fagyba már egy-két csüd már felébredt, mert előtte volt a nagy meleg. És ugye télen alszanak, de már rakjuk ki nekik a sünkaját, mert egy-két sünk már sajnos járkál éjszaka. Ebben a rettenetes fagyban, én nem is tudom, kétségbe vagyok esve, hogy mi lesz velük, de hát szóval, hogy van-e nekem a Marika, aki segít, egy tüneményes csoda, és ő oldja meg a dolgokat. Tehát olyan is van, hogy benne alszom Budapesten, mert esetleg főpróba hét, és akkor ugye reggel 9-re már bent kéne lenni a színházban, és éjjel 1-2-ig, mire mondjuk a főpróba végén még megbeszélés, mire végzek, hát nem tudnám állandóan olyankor csinálni oda-vissza járást. Így azért 2 órával hosszabb egy éjszakám, ha nem megyek például néha haza. De most hazajárok, de mondom, ez egy biztonság, hogy ő van, és ő segít. És akkor hány nap múlva találkozik az első alkalommal a bábokkal? Holnap után. Pont holnap után. Jó, akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk a bemutatóhoz. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm.